Bármilyen nyomás is érjen bennünket, a magyar kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett. Jelentette ki a pénzügyminiszter a Jászhegy-Kunszolnok vármegyei Kunmadaras felújított református templomának hálaadó ünnepségén. Varga Mihály hozzátette, miközben tőlünk nyugatra templomok tűnnek el, Magyarországon és a külhonban 3000 templom építését vagy felújítását támogatta a kormány az elmúlt évtizedben. A kunmadarasi templom felújításáról azt mondta, ez a hosszú és alapos építő munka kilóg a mai trendekből, mert itt egy templom volt az építkezés tárgya. Rendhagyó jelenség ez egy olyan világban, ahol kirekesztőnek, sértőnek titulálva levetetik a hivatalok faláról a keresztet, közölte megjegyezve. Németországban ez másfél éve megtörtént. Ma tőlünk nyugatra gyakori vélemény, hogy a templomoknak ma már nincs társadalmi hasznuk. Akármit is jelentsen ez a kijelentés, egy önérdeket követő, individualista korszakban mi úgy látjuk, hogy képtelenség jó társadalmi célokat kitűzni közös szellemi alapok nélkül. Márpedig a templomok a közös szellemi építkezés legalapvetőbb helyszínei. És ezeknek, hozzáteszem, lámpásai, a plébánosok, a lelkészek, mindazok, akik lelki vezetőként szervezik ezt a szellemi építkezést. Vigyázzunk rájuk! Ezért a téren a szellemi építkezés elősegítése terén a fizikai építkezést mi a jövőben is támogatni fogjuk, és kiemelt célnak tekintjük a vallási és egyházi helyszínek megújítását. Varga Mihály kiemelte, Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken 2010 és 2019 között 3000 templomot újítottak fel vagy építettek. Tőlünk nyugatra gyakori vélemény, hogy a templomoknak ma már nincs társadalmi hasznuk, mondta hozzátéve, már pedig a templomok a közös szellemi építkezés legalapvetőbb helyszínei. Hangsúlyozta, kiemelt célnak tekintik a vallási és egyházi helyszínek megújítását. Szólt arról, hogy Kunmadaras református többségű település, ezért itt a református templom felújításának kiemelt közösségi szerepe van. Nagy öröm látni, hogy a felújítás kívül belül végül a toronnyal és a külső környezettel együttesen megtörtént, és ma ez az az impozáns épület, ami a település égköve lehet. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Szimbolikus jelentősége van annak, hogy a településeink a templomaink köré szerveződnek. Ez nem magyar sajátosság, hanem az egész kontinensen így van. A templomok a legkisebb faluban is tanújjelei a keresztény kulturális gyökereknek, amely az európai nemzetállamokat évszázadokon keresztül erősítette, lelkileg táplálták. Tanújjelei továbbá annak is, hogy minden hosszú távon működőképes társadalom a helyi közösségeken alapul. A magyar kormány álláspontja világos. Kiállunk a közösségekre épülő társadalmak bevált gyakorlata mellett, és ezért támogatjuk egy Európai Egyesült Államok helyett a nemzetállamok szövetségeként működő Európát. Európának csak akkor van jövője, ha megőrzi az alapjait, amelyeken szervezesen épült évszázadokon keresztül. Valljuk továbbá, hogy a legfontosabb közösségszervező erőt az öreg kontinensen a kereszténység jelenti, ezért bármilyen nyomásgyakorlás is érjen bennünket, kiállunk a keresztény értékek, Európa keresztény alapjai mellett, és megerősítjük mindazokat a helyszíneket, mindenek előtt a templomokat, ahol a helyi közösségek fejlődhetnek, prosperálhatnak. Mint mondta, Magyarország azóta fejlődik ismét, mióta a 2010-ben felállt nemzeti kormány a saját szuverén megoldásait alkalmazza. Varga Mihály úgy fogalmazott, az elmúlt évtizedben megtaláltuk a helyi módjait a munkaerőpiac megerősítésének, a családok védelmének, támogatásának, az államháztartás rendbetételének, a magyar vidék felzárkóztatásának. Ezzel Magyarország a világban is tényezővé vált, még ha méretünk ennek határokat is szab. Európának vissza kell térnie a saját gyökereihez, a saját keresztény identitásához, hangoztatta.
Evkovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a templom régi fényében tündököl és hirdeti azt az erőt, amelyet Kunmadarason nem csak a templom, hanem az önkormányzat épülete, az iskola is hirdet. Ebben a térségben, ebben a településben nagyobb erő van, mint azt sokan gondolták. 200 esztendővel ezelőtt a kunmadarasi gazdák, a kunmadarasi ősök is úgy gondolták, hogy nyomot kell hagyni ebben a világban. Egy jelet kell hagyni, amely felfelé mutat az égbe, felfelé a Jóisten felé. És felépítették ezt a templomot az ég felé mutató toronnyal. Egy olyan toronnyal, amely messziről látszik. Ha egy pásztor jött a Hortobágy felől, már távolról látta a kunmadarasi tornyot. Vagy Tiszaőrs, vagy Karcag, vagy Kunhegyes irányából jött, irányt mutatott ez a torony. Irányt mutatott, hogy merre van Kunmadaras, és irányt mutatott felfelé az égbe. Jelet hagytak a kunmadarasiak, egy olyan jelet, amely máig itt van. És én nem láthattam koromnál fogva, hogy milyen volt a frissen felépített templom. De láttam 11 néhány évvel, 20 évvel ezelőtt, hogy milyen volt a romos, omladozó, kicsit magára hagyott, talán az elmúlást mutató templom. Amikor bejött az ember a templom kapun, akkor azt látta, hogy micsoda régi dicsőség volt, micsoda ereje volt az itteni lakosoknak, micsoda templomot tudtak felépíteni, csak ezt a templomot nem tudták megőrizni, úgy karban tartani, ahogy az ősök elképzelték. Ahogy azok az ősök elképzelték, akik a Jóisten munkatársaiként sárból, porból, tégláról téglára építették ezt a templomot. De megtörtént a csoda. Huba Imre, a Jászlanykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke azt hangoztatta, hogy a vármegye egyik legerősebb tájegysége, a nagykunság egyik legszebb temploma újult meg. Hozzátette, nem csupán a gyülekezet és a település, hanem az egész térség gazdagodott a megújult templommal. Nagyon fontos, hogy nem csupán a gyülekezet, nem csupán a település, hanem az egész térség gazdagodott ezzel a gyönyörű szép templommal. Méltatlanul állt itt, ezen az emelvényen, ezen a dombon, méltatlanul viselte az évszázadok rárót hatásait, de voltak, akik ebben a munkában, a munka dandárjára élére álltak, és voltak, akik felismerték, hogy erre a gyülekezetnek nem csak azért, hogy a saját lelki üdvét megtalálhassa, hogy aki hisz az örök isteni igazságban, az a hitért megvallhassa, hanem azért is, hogy kaphassunk olyan lelki muníciókat, amiket szétozhatunk mind itt Kunmadarason, mind a Nagykunságban, mind egész szeretett Jászlanykun-Szolnok vármegyénben. Balog Marianna, mintegy 5000 lakosú kunmadaras polgármestere megköszönte a kormány támogatását. Elmondta, hogy a templom mellett megújult, kibővült a helyi iskola is. Fazekas László református lelkész ismertette. A templom felújítása 2014-ben kezdődött, és a környezetének rendbetételével tavaly ősszel ért véget. Abban az egyházközség mellett részt vett a helyi önkormányzat is. A templom kívül-belül korszerűsödött. Magyarország kormányának köszönhetően a templomtorony is megújult 2021-2022-ben.